Lájkold te is a Sziget Kösport Facebook oldalát. Hazai pályán mégis idegenben fogadta a Madarzo Moson Magyaróvár a Buda Ősgárdáját, hiszen az UFM Arena foglaltsága miatt a találkozót Győrben a Magvasi Mihály sportcsarnokban rendezték. Ennek ellenére sokan elkísérték a csapatot, így a helyszínen láthatták, hogy a 8. percben 5-3-ra vezetett a sötétkékben játszó MKC. 6 perces gólcsend következett, amit Brown tört meg, sőt a Budaörs 3-0-ás szériával fordított és átvette a vezetést. A 18. perc elején Albek Anna törte meg a majdnem 10 perces óvári gólcsendet. Háromszor is betalált, de remekelt Tóth Nikolett is, a Moson Magyaróvár pedig egy 7-0-ás suhanással 12-6-ra elhúzott. Megint a vendégek percei következtek, Zsinórban 4 gólt szerezve 12-10-re felzárkóztak. A félidőben 14-11-re vezetett az MKC, és az előny a folytatásban tovább nőtt. A két szélén a 7 gólig jutó Stanik Zsófia és a 4 találatot szerző Stankovics Kira is kiválóan játszott, de az 5 gólos Albek Annát is ki kell emelni. A másik oldalon a 10 lövésből 8 gólt szerző Schneider Éva volt a legeredményesebb. A Moson Magyaróvár a második félidőben végig tartotta előnyét, és végül magabiztos 30-23-as győzelmet aratott a Budaörs felett, ezzel pedig már 7 mérkőzés óta veretlen. A fő célunk az volt, hogy próbáljuk diktálni végig azt a sebességet, ami nekünk megfelelő, és ne fogadjuk el a lassabb játékot. Ennek megfelelően jól is működött főként a védekezésünk, nagyon sokat tudtunk fautolni, ezzel kézbe tartottuk a védekezéssel a mérkőzést. A mérkőzésen is voltak jó egyéni teljesítmények, voltak jó periódusaink a játékban, 45 percig jól tartottuk a mérkőzést, aztán felőröltek minket, nyilván fizikálisan, meg tömegbe, meg létszámba is ugye magasabb szintet képvisel az a csapat. Folytatás szerdán a Kisvárda otthonában. Sziget Kösport.